Ülésezett a közgyűlés, elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat idei költségvetését. Közös turisztikai célpont, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együtt népszerűsíti a régiót a 2018-as utazás kiállításon. Napelemes rendszerek a Feti-Vizignél több mint 240 millió forint támogatásból korszerűsítette a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat idei költségvetését. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A megyei önkormányzat 934 millió forintból gazdálkodhat idén, a kiadások legnagyobb részét a munkabérek jelentik. A közgyűlés tárgyalta továbbá a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést, illetve a testület tagjai közösen fogalmaztak levelet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet irodáját ért támadás miatt. Idei első közgyűlését tartott a megyei önkormányzat, a képviselők 15 napi rendi pontot tárgyaltak. A tervezett napi rendeken kívül a közgyűlés szót emelt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet székházának éjjeli támadása ellen. Mint ismert, az ungvári irodába gyújtópalackot vagy robbanóanyagot dobtak. Egy hónapon belül ez már a második ilyen jellegű támadás volt. A megyei közgyűlésen elhangzott, nem garázdaságról, hanem egyértelmű provokációról van szó. Levelükben, amelyet a két ország külügyminiszterének is elküldtek, elítélték a támadást, a magyarokat ért folyamatos atrocitásokat, és arra kérték az ukrán hatóságokat, hogy mielőbb vizsgálják ki az esetet. Az idei költségvetést is elfogadta az önkormányzat, az összevont büdzsé ebben az évben meghaladja 934 millió forintot. Jelentős költségvetési tartalékkal kezdtük ezt az évet, több mint 400 milliós tartalékkal. Ez a pályázati rendszer finanszírozási rendszeréből adódik ez a látszólagos költségvetési többlet. Az előző években megkaptuk a pályázatok menedzseléséhez szükséges 2,5%-oknak az önerejét, ezt hoztuk át ebbe az évbe. Egyébként azt tudom mondani a költségvetés egészéről, hogy kiegyensúlyozott és biztonságos a költségvetési működés, megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, a hivatali létszámhoz szükséges összegek rendelkezésünkre állnak, az alapfeladatainkhoz szükséges összegek rendelkezésünkre állnak, némi pályázati mozgásteret is lehetővé tesznek számunkra, elsősorban határmenti együttműködési programokra vonatkozó pályázati lehetőségeket mérlegelünk és hozunk be még ebben az évben döntési javaslatra a közgyűlésnek. A büdzsét 15 igen szavazattal és 5 tartózkodással fogadták el. A Jobbik frakció a dolgozók béremelésének a hiányát kifogásolta. Idestem a 10 éve befagyasztott bérekkel dolgozó emberek működnek közre a megyei önkormányzat alkalmazásában is, ahogy egyébként a területi önkormányzatok alkalmazásában is. Én azt gondolom, hogy az elfogadható és számunkra is kegyes és kedvesnek tűnő költségvetés az lett volna, hogyha már ebbe a kormányzati szándék megjelenik, egy minimum 20%-os béremelést magában foglalva, ami a köztisztviselői alapilletmény emelésére vonatkozik. Ez nincs benne, úgyhogy sajnos azt kell konstatálni, hogy a megyei önkormányzatok, tehát a megye területén működő önkormányzatokkal szemben az a jogviszony változás, amely a köztisztviselő alapilletmény emelésére ad lehetőséget az önkormányzatoknak. Ez a megyei önkormányzat életében nem meghatározó, hiszen semmilyen olyan egyéb bevételt nem tud elkönyvelni, mint egy területi, egy települési önkormányzat. Veres János, a szocialista képviselő szerint magas az a keret, amit a közgyűlés elnöke az előirányzatok megváltoztatására fordíthat. A politikus kifogásolta az előző évi maradvány összeget is. Lényegében a költségvetésnek, amit az évre terveznek felhasználni, elkölteni pénzt, annak nagyjából a fele az előző évi maradványból jön át erre az évre. Ez azt jelenteni, mintha ebben az évben nem lenne elég bevétel az önkormányzatnak ahhoz, hogy ezt a működést fenntartsa, ami a tervekben szerepel, hiszen előző évi pénzmaradványból 488 millió forint kerül áthozásra a következő évi felhasználásra, ami meglehetősen nagy arány megint. Én úgy látom tehát, hogy a megyei önkormányzatok költségvetése azt követően sem került nyugvópontra, amikor is úgy mondta a Fidesz kormány, hogy rendezték a ilyen jellegű költségvetési kérdéseket. Ha csak az maradna, amit ebben az évben várhatóan a költségvetési bevételként az önkormányzat rendelkezésére fog állni, akkor lényegesen kisebb hivatallal tudna működni az önkormányzat, lényegesen kevesebb ember tudna alkalmazni, lényegesen kisebb költséggel tudna működni.
A közgyűlésen tájékoztatót hallgathattak meg a képviselők a megyei levéltár munkájáról, valamint támogatták azt a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést, amelyhez április 3-áig 1 000 000 aláírás összegyűjtésére van szükség. A közgyűlésen elhangzott, minden képviselőtől legalább 200 aláírást várnak, és felkérik az összes megyében működő települési önkormányzatot, hogy segítsék a kezdeményezést. Az 1 000 000 aláírásnak minimum 7 uniós tagországból kell összejönnie, az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével csak ez esetben foglalkozik érdemben az Európai Bizottság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja közösen mutatkozik be a 2018-as utazás kiállításon. A két régió földrajzilag és történelmileg is egységet alkot, így a szorosabb együttműködés érdekében úgy döntöttek, hogy a két megye közös turisztikai célpontként jelenik meg március 1-e és 4-e között a budapesti Hungexpón tartott eseményen. Több mint 2 évtizede rendszeresen megrendezik az utazás kiállítást Budapesten, amelyre idén március 1-e és 4-e között közel 30 000 látogatót várnak a szervezők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a turisztikai fejlesztések bevezetése óta vesz részt a kiállításon, és tavaly Kárpátalja is megjelent önállóan. Idén azonban első alkalommal közös standdal érkezik az eseményre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja. Nagyon jó desztinációk alakultak ki Nyíregyházan az állatparkról. Már itt Közép-Európában is előszeretettel beszélnek családosoknak, ez nagyon kedvelt célpont, de számos szálláshely, turisztikai fürdő valósult meg más desztinációkban is, és ez a megyei önkormányzat is egy turisztikai fejlesztési csomaggal jelentkezett ugye a TOP keretében, ez összességében több mint 5 milliárdos turisztikai attrakciófejlesztés, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a jövőben ez a tendencia a megyében is folytatódik. Vásárosnamény, a Bereg szíve 2000-től folyamatosan ott van Budapesten a legnagyobb utazási kiállításon. A példaértékű fejlesztéseken túl a folyamatos sikertitka, hogy akik a térségből elszármaztak, azok ilyenkor oda találnak a standhoz, hiszen itt beregi finomságokra és jó szóra is számíthatnak. Tudjuk azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei barátság és vendégszeretet az méltán híres. Mi ezt szeretnénk a jövőben is erősíteni, épp ezért fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk az ország legnagyobb utazási kiállításán, de emellett nem hanyagolhatjuk el azt sem, hogy ott legyünk Szolnokon, Miskolcon, Gyulán, illetve a határon túl is, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye speciális helyzetben van, határon átnyúló részeink is vannak, épp ezért úgy a kárpátaljai résszel, mint a Szatmár része a román területen tartjuk a kapcsolatot, és ilyenkor egyfajta desztinációként megjelenve képviseljük értékeinket, képviseljük mindazt, ami a megyénkre jellemző. A közös kiállítás célja, hogy a hazai és külföldi turizmus képviselői megismerjék a földrajzilag és történelmileg közös egységet alkotó két régiót, népszerűsítse a kulturális emlékeket és elősegítse a szorosabb együttműködést. Több mint 240 millió forint támogatásból korszerűsített a Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. Az összegből 42 helyszínen valósulhatott meg a napelemes rendszerek kiépítése. Az 1555 darab napelem összesen 404 kilowatt energiát termel, ami jelentős energiaköltség megtakarítást eredményez. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság 4 éve döntött úgy, hogy olyan projekteket kezdeményez, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést. Ezért olyan pályázatokon indultak, amelyek a 4 szakaszmérnökség helyszínét, a Nyíregyházi, a Mátészalkai, a Kisvárdai és a Vásárosnaményi épületet önfenntartóvá tudják tenni. A sikeres pályázatok után a fejlesztések 2015-ben befejeződtek, azóta szinte 100%-ban megújuló energiával üzemeltetik ezeket az intézményeket. Erről Nagy Krisztián beszélt 35 perc című műsorunkban. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság osztályvezetője hozzátette, a fejlesztések napelemes rendszerek kiépítésével folytatódnak. Ez a mostani projektünk 42 helyszínt érint, a központi épületünket is, ami az előző fejlesztésből sajnos kimaradt, ezt érint és további 41 helyszínt, szivattyú telepeket, védelmi központokat érint, illetve egy műtárgyat, a lónyai torkolati műtárgyat láttuk el szintén napelemekkel ismételten. Ez a projekt, ahogyan is említette, közel 250 millió forintos nagyságrendű, itt 404 kilovoltampernyi beépített teljesítményt helyeztünk el, a projekt lezárult. Január 31-ig befejeződtek az építési munkálatok, a műszaki átadás átvételek megtörténtek, most pedig a projekt zárása az, ami hátra van, a pénzügyi elszámolás.
A beruházás részét képezte a rétközi tározó megmentése, amely a Feti Vizing működésének meghatározó létesítménye. Ez feltöltött állapotban Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava. Azonban az elmúlt években ez a több mint 10 millió köbméteres tározó teljesen kiszáradt. A megmentése érdekében vízkivételi művet építettek, amellyel bármilyen tiszai vízállás esetén fel lehet tölteni a tározót. Ez jelentős energiafelhasználással jár, ezért megépítettek hozzá egy 200 kV-amperes napelemparkot is. Ennek eredményeképpen azt lehet mondani, hogy 3000 gigazsúl az a megtermelt áram, ami tulajdonképpen a napból jön, és környezethatékony módon jön, és nem kell felhasználnunk. Ez, hogyha forintosítani kellene, akkor nagyjából egy olyan 20-25 millió forint megtakarítás jelent az igazgatóságnak éves szinten. Tehát ez egy komoly teljesítmény, és bár környezethatékony, környezettudatosak akarunk lenni, de azért mindenkiben ott motoszkál minden fejlesztésnél, hogy ez gazdaságilag mit is jelent. Ez én úgy gondolom, hogy gazdasági oldalról tekintve is igencsak kecsegtető. A napelemek télen is jól működnek, hiszen már szórt fénynél is termelnek energiát. A Feti Vizing további fejlesztésekre nyújtott be pályázatot, amely főként gátőrházakat érint majd további 42 helyszínen. Újabb együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal a Finnamed egészségügyi szolgáltató KST-vel. A közös munkának köszönhetően tudományos, innovációs és kutatási területeken segítik egymást a jövőben. Többek között az élelmiszerekkel és ételintoleranciával kapcsolatos vizsgálatokban mutatkozik meg az együttműködés, a későbbiekben pedig olyan különleges témákban is dolgozhatnak együtt, amelyekben orvosok és művészek szellemi értékére egy projekten belül lesz szükség. Hosszú hónapok munkája az az együttműködési megállapodás, amelyet a Nyíregyházi Egyetem és a Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Írt alá hétfő délután. A közös munkának része a tudományos és innovációs kutatás. Egyrészt vizsgálják majd a funkcionális élelmiszereket, valamint az ételintoleranciát, azaz ételérzékenységet vagy ételallergiát. Ez azért is fontos, mert a helytelen étkezés nem megfelelő a szervezetünk normál működéséhez. Ennek következtében fogyhatunk vagy hízhatunk, de súlyosabb problémákhoz is vezethet, mint például a szívérrendszeri betegségek vagy a koleszterin szint változása, közölte Kis Ferenc, az intézmény általános rektor helyettese. Nagyon gyakran megyünk ilyenkor orvoshoz, hogy és azt mondjuk, hogy hát megfáztam. Na de hát az a megfázás az igazából vagy baktériális, vagy vírusfertőzés, és nagyon nehéz eldönteni az orvosnak első ránézésre, hogy bakteriális, milyen bakteriális fertőzés, vagy vírusfertőzés csak tisztán. És azt is tudjuk, hogy bizonyos esetekben a antibakteriális gyógyszerek, azok hatnak, más esetben nem. Tehát elkerülni az, hogy fölöslegesen vegyünk be gyógyszert, ahhoz egy nagyon egyszerű tesztet szeretnénk kidolgozni, amivel gyorsan meg lehet állapítani, hogy ez most bakteriális fertőzés és nem vírusfertőzés. A kórházból kikerülő szennyvizekben nagyon sok olyan anyag kerül, amelyre fontos lenne figyelni, hogy ez a felszíni vizekben ne kerülhessenek be. Többek között ez is a jövőbeli kutatások egyik témája lesz. Távolabbi tervek között szerepel az implantátumokkal kapcsolatos kutatások, valamint magának az implantátumnak a megtervezése is, amelyhez művészek és orvosok közös munkája szükséges, a műszaki intézet pedig 3D-s nyomtatókkal hozná létre azokat. Az együttműködést a szellemi tőkén túl tárgyi feltételekkel is segíti majd a Nyíregyházi Egyetem. Szerencsére ugye nekünk nagyon sok olyan műszerünk van, és ezért jó kölcsönös együttműködés, ami a Finnamed klinikának nincsen, de viszont nekik viszont óriási a tapasztalatuk az egészségügyben, az orvoslással kapcsolatban. Hát én tudok olyan műszert mondani, ami Magyarországon csak egy-kettő van belőle, és itt korábbi pályázatok, korábbi kutatási témában ezt 100 milliós nagyságrendre kell gondolni, tehát például egy ilyen közös munkánál ezt már nem kell beszerezni, hanem csak, nyilvánvalóan ezeknek költsége van, akkor pályázat vagy valamilyen forrásból már azt, hogy a méréseket véghez tudjuk vinni, a műszer adott, és több ilyen műszerünk is van, és ehhez megfelelő ugye kollégáink. A Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Elkötelezett a tudományos fejlődés iránt, közölte Finna Péter orvosigazgató. Ezentúl pedig saját kutatásaik is vannak, például a funkcionális italok kutatása,
valamint külföldi gyógyszercégekkel kötött szerződések alapján gyógyszerfejlesztéseket is végeztek már korábban. A lakosság nem azonnal fogja érezni valószínűleg ennek a hatását. Ezek hosszú távú tervek, amikben mi megállapodtunk. Gyakorlatilag több évre terjedő kutatásokat tervezünk, aminek a jobb esetben remélhetőleg olyan végkifejlete lesz, ami a lakosság szempontjából is felhasználható. Itt kell érteni ezeket a gyors diagnosztikai vizsgálatokat, akár a élelmiszerkutatásokat, akár a vízben lévő szennyezőanyagok vizsgálatát, akár a implantátumoknak a fejlesztését. Tehát ezek mind hosszú távú projektek, amiknek évek múlva lesz hatása, de remélhetőleg, hogy a vizsgálatok végén a lakosság is fogja érzékelni ezeknek a pozitív hatását. A Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Több mint 30 orvosa és szakdolgozója is nyitott a kutatásokra, így eredményes közös munkában bíznak a Nyíregyházi Egyetemmel. 9 év fegyházban letöltendő börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a férfit, aki 2017. október 12-én a reggeli órákban késsel támadta egy postai kézbesítőre Nyíregyházán, hogy pénzt szerezzen tőle. Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. 2017. október 12-én reggel D. Dávid egy 17 cm-es késsel felfegyverkezve várta egy nyíregyházi lépcsőházban a postai kézbesítő érkezését, hogy tőle pénzt szerezzen. Amikor a postás a lépcsőház elé ért, a férfi kinyitotta neki az ajtót, és késsel a neki háttal álló kézbesítő felé szúrt. A támadó az arcán és a karján sebesítette meg a levélkihordót. A késelő ijegységében a sértetnél lévő pénz megszerzése nélkül elmenekült a helyszínről. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai a bejelentést követően széleskörű adatgyűjtést végeztek, melynek eredményeként a feltételezett tettest rövid időn belül azonosították és Nyíregyházán elfogták. A nyíregyházi törvényszék a mai napon felfegyverkezve közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett rablás büntettének kísérlete és súlyos testisértés büntettében a vádlott ügyében ítéletet hozott. Előzetes letartóztatásban lévő vádlott bűnös rablás büntettének kísérletében BTK 365 szakasz 1 bekezdés A pont, 3 bekezdés B pont, 4 bekezdés C pont, és testisértés büntettében BTK 164 szakasz 3 bekezdés. Ezért őt halmazati büntetésű 9 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. Szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani, legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételez szabadságra. A bíróság a cselekményt előre kitervelő, fegyvert használó vádlottal szemben indokoltnak tartotta a 9 év fegyházbüntetés alkalmazását. Ugyanakkor a büntetés kiszabásánál a törvényszék figyelembe vette, hogy a vádlott büntetlen előéletű, cselekményét megbánta és bocsánatot kért a sértettől. Az ítélet nem jogerős, vádlott és védője enyhén büntetésért fellebbezett. Egy kis motorját toló fiatalembert ütött el egy személygépkocsi Nyíregyháza határában a reggeli órákban. A férfi a 36-os főúton Nagycserkesz felől közlekedett Nyíregyháza irányába, amikor feltehetőleg műszaki hiba miatt leállt a motorja, ezért tolni kezdte a járművet. Egy enyhe kanyar után eddig tisztázatlan okokból elütötte őt egy mögötte közlekedő személygépkocsi. Az autó fékezés nélkül rohant bele a 30 év körüli fiatalemberbe. A kiérkező mentők a helyszínen ellátták a balesetet szenvedett férfit, aki olyan súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a József András Oktatókórház traumatológiai osztályára szállították. Öt pontos vereséget szenvedett az MTK Török Bálint otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen 88-83-ra kikaptak a hazaiaktól. A nyíregyházi csapat a tabella 4. helyén várja a folytatást. Nem számított könnyű mérkőzésre a 8 közé igyekvő Török Bálint otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks és a történtek be is igazolták a várakozásokat. A vendégcsapat beragadta kezdésnél, az első negyedet 6 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 perc döntetlennel zárult, majd a folytatásban a vezetést is átvették a cápák. A nyíregyházi nevelésű Jakab Péter által vezérelt hazaiak fordítottak, de a végül 28 egységig jutó Busz Iván pontjainak köszönhetően kétszer is egyenlítettek a nyíregyháziak. 70-70 után ismét meglépett ellenfelétől az MTK, amely végül 5 pontos győzelmet aratott, a Blue Sharks pedig egy nem kalkulált vereséggel utazhatott haza Török Bálintról.
Nem azzal a lendülettel, vagy nem azzal a koncentrációval kezdtük el a találkozót, ahogyan kellett volna. Ebből adódóan az MTK előnyre tett szert, és utána végigfutottunk a mérkőzés után. Ez sajnos már visszatérő probléma, meg kell oldanunk valahogyan a csapatnál ezt a kérdést, hiszen lehet, hogy picit talán azt hittük el, hogy nagyon jók vagyunk, és elég majd valamikor felzárkózni. Próbáltam egész héten erre utaló jeleket adni, hogy ne érezzék így a játékosok annak ellenére, hogy meg a Hepkupa második helyét azért sikerült megszereznünk, és jó volt emiatt a hangulat. Tehát próbáltam arra utalni, hogy ennek ellenére nekünk még nagyon komoly terveink vannak, és nagyon komoly tettekre van szükség, de sajnos nem jutott el úgy veszem észre a csapat minden tagjához, és ez okozhatta azt, hogy nem úgy kezdtük a találkozót, ahogy szerettük volna. Az NB1B piros csoportjának tabelláját az oroszlány vezeti 17 győzelemmel és 2 vereséggel, a Veszprém is a tehetséges fiatalok előtt. A Nyíregyháza Blue Sharks 12-7-es mutatóval a negyedik helyen várja szombati békési fellépését. Az elmúlt hétvégén a klub 20-as csapata Lengyelországban szerepelt az Európai Junior Kosárlabda Ligában, ahol ebben a szezonban lépett először pályára. Igazából mi beugróként indultunk, nem terveztük, hogy el fogunk indulni egy visszalépés miatt. Vállaltuk el azt a lehetőséget, hogy ott legyünk ezeken a fordulókon, és úgy gondolom, hogy nagyon jól és hasznosan teltek ezek a találkozók, hiszen mérkőzéseket is tudtunk nyerni, a fiataljaink megtapasztalták, hogy milyen a nemzetközi légkör, körül nézhettek a nemzetközi mezőnyben, és szeretném, hogyha arra serkenteni őket, hogy még jobban dolgozzanak, és ne elégedjenek meg azzal, hogyha esetleg a magyar bajnokságot U18-ban mondjuk sikerül megnyerni, láthatják a nemzetközi mezőny erősségét, és azt is láthatják, hogy fel tudjuk venni velük a harcot, úgyhogy tegyük meg, és győzzük is le őket, hogyha lehetséges. A Nyíregyházi Sportcentrum U18-as csapata a héten 2 meccset is játszik. A már biztos döntősnek számító juniorok csütörtökön Pécsen szerepelnek, vasárnap pedig a Szombathelyt fogadja Bocskó Ádám együttese. A 8-as döntőbe jutásért harcoló U16-os gárda pénteken a Hódmezővásárhely ellen játszik hazai pályán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat idei költségvetését. A szervezet 934 millió forintból gazdálkodhat idén, a kiadások legnagyobb részét a munkabérek jelentik. A közgyűlés tárgyalta továbbá a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést, illetve a testület tagjai közösen fogalmaztak levelet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet irodáját ért támadás miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja közösen mutatkozik be a 2018-as utazás kiállításon. A két régió földrajzilag és történelmileg is egységet alkot, így a szorosabb együttműködés érdekében úgy döntöttek, hogy a két megye közös turisztikai célpontként jelenik meg március 1-e és 4-e között a budapesti Hungexpon tartott eseményen. Több mint 240 millió forint támogatásból korszerűsítette a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Az összegből 42 helyszínen valósulhatott meg a napelemes rendszerek kiépítése. Az 1555 darab napelem összesen 404 kilowatt energiát termel, ami jelentős energiaköltség megtakarítást eredményez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 27-én, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnapra megszűnik a havazás, de marad a hideg. Szerdán a mai havazást okozó ciklon kelet felé távolodik térségünktől, így szárazabb, de továbbra is igen hideg levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban erősen felhős lesz az ég, késő estig várható hószálingózás, havazás. Az északkeleti szél továbbra is több felé élénk marad, ezért főként a Hernád völgyében és a Bodrog közben hófúvásra kell számítani. Reggelre általában mínusz 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Csapadék napközben már nem valószínű. Az északi szelet élénk időnként erős széllökések kísérik, ezért továbbra is lesznek hófúvásos területek. Délutánra mínusz 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben.
Csütörtök napos, száraz idő lesz, igen erős hajnali lehűléssel. Enyhülésre péntektől, jelentősen melegedésre a jövő hét elejétől számíthatunk. A hétvégén még több felé várható havazás.